Ennek a városnak voltam az írója, az én olvasóim sohasem kérdezték, hol születtem. Minden írásomból kitűnik, hogy nyíregyházi vagyok, aki büszke származására. 30 esztendeig mindig Nyíregyházáról írtam. Könyveim épp úgy jelentik a régi Nyíregyházát, mint akár a város múzeumai. Krúdy Gyula eképpen fogalmazta meg szülővárosához fűződő érzéseit, amelyek mindvégig hatással voltak alkotó munkájára. Nyíregyházán az íróra emlékezve születésének évfordulóján minden évben megkoszorúzzák a legfontosabb Krúdy emlékjeleket. Krúdy Gyula munkássága az egy örökérvényű munkásság, amellyel meghatározta Nyíregyháza mai arculatát is, még hogyha ez talán nem is a fizikai értelembe vett arculat, hanem az a lelki arculat, amelyet mi is érzünk, és amelyre büszke vagyunk, és nem véletlen, hogy akár a városi értéktárban, akár a vármegyei értéktárban nemzeti értékként őrizzük az ő munkásságát és emlékezetét. Az egykori kállói, ma Szent István utcán, az író szülőházánál, majd Alma Máterénél is a Kossuth Gimnázium műsorral emlékezett Krúdyra. Persze, önmagában a szülőföld senkit sem tesz íróvá vagy költővé, mint ahogy meg sem akadályozhatja a zseni tehetségének kirobbanását. Krúdyból író lett volna akkor is, ha máshol születik, de abban, hogy művészete ilyen összetéveszthetetlenül egyedi lett, a szülőföldjének meghatározó szerepe volt. Ahogy iskoláinak, egykori tanárainak is. Ezek a gondolatok a nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium épülete előtt hangzottak el, majd az iskola falán lévő emléktáblát is megkoszorúzta az ünneplő közösség. A Szent István utca meghatározó volt Krúdy Gyula életében, és bár nem a szülői házban, de ebben az utcában, egy másik házban nőtt fel az író, itt töltötte gyermek és ifjú éveit. Ennek emlékét is emléktábla őrzi. Abszolút nyíregyházi, tehát én úgy gondolom, hogyha Krúdy Gyulát megemlítjük, akárhol is vagyunk, tényleg valóban több településhez köthető, de azért, hogyha az ő neve elhangzik, akkor én úgy gondolom, hogy mindenkinek Nyíregyháza jut az eszébe, és hát ez nem véletlen, Nyíregyháza pedig nagyon büszke rá. 2003-ban Nyíregyháza megyei jogú város közgyűlése Krúdy Gyuláról nevezte el a Városháza dísztermét, majd 2011-ben a város fejlődéséért és felemelkedéséért, hírnevének öregbítéséért kifejtett eredményes tevékenységének elismeréseként posztumusz Nyíregyháza város díszpolgára címet adományozott az író számára.